A deformáció egy olyan lelki folyamat volt több mint 500 évvel ezelőtt, ami megújította Európát és benne az egyházat. Arról ma is sok szó esik, hogy ráférne egy hasonló megújulás Európára és egyházaira, mondta Gáncs Péter, evangélikus püspök. Én azt hiszem, hogy a reformáció nem csak így októberben aktuális, az a hitünk, evangélikus hitvallások szólnak is erről, hogy Isten az ő egyházát megtartja és megújítja. Hát megőrzi és megújítja, tehát vannak hagyományok, amiket meg kell tartani, és mindig kell kerestünk az új utakat, és azt hiszem, hogy a 21. században nagyon nagy szükség van arra, hogy az egyház megtalálja az új utat, hangot a mai kor emberéhez. A legfontosabb a fiatalok bevonása az egyház kötelékébe, de az kérdés, hogyan tud hangot találni, fogalmazunk úgy, hidat verni egymáshoz egy hagyományaira büszke egyház és egy modern világban eligazodó ifjú. Hát azt hiszem az a nagyon fontos, hogyha a fiatalok kérdéseit megismerjük és komolyan vesszük, tehát nem egyszerre mi akarunk válaszokat osztogatni, hanem figyelünk rájuk, meghallgatjuk őket, nagy szüksége van a fiataloknak, arra sokszor sajnos nincs meg a családi háttérse, vagy nincs idő a családban a gyermekek, fiatalok meghallgatására, tehát hogy a generációk között legyen őszinte párbeszéd, és hogy az egyház azon a nyelven tudja megfogalmazni a rábízott isteni jó hírt, evangéliumot, amit meg is értenek a fiatalok. Ez bizony egy komoly kihívás és feladat. Én azt gondolom, hogy ha azt érzik a fiatalok, hogy nem lekezeljük őket, nem kioktatjuk, hanem szeretjük őket, ez a kulcsszó, és szeretnénk egy közös nyelvet találni, akkor valószínű, hogy ez megoldható, ez egyfajta hídépítés, mind a két oldalról kell építeni a hidat, kell, hogy a fiatalokban is legyen az egy bizalom az idősebbek felé, és az idősek se gondolják, hogy ők mindent jobban tudnak. Több helyen már azért összeélnek a pillérek, de azért van még mit javítani ezen a hídon. Az ünnepség ezúttal nem csak a hitéletről és az ilyenkor szokásos tudományos előadásokról szólt, hanem arról is, újabb elemmel korszerűsödik a Petőfi Sándor evangélikus gimnázium infrastruktúrája. Most hát hál' Istennek, itt ebbe a csökkenő gyereklétszám, születő gyereklétszámnál az iskolának, a kollégák lelkiismeretes munkájának köszönhetően nagyon jó a megítélése is, hát tanterem hiánnyal küzdöttünk, és ezért volt szükség erre a beruházásra. Nyilván ez egy ilyen édes teherként vonul be az életünkbe. A beruházás jelentős hányada önerőből készült el, mondta Andorka Gábor igazgató, de természetesen az állami támogatásra is szükség volt a közel 150 milliós fejlesztés lebonyolításához. Az állam és az egyházi iskolák közötti finanszírozásnál, bár erről sokan nem tudnak, az állami iskolába tanuló gyerek összességében többe kerül a magyar államnak, és egy kompenzáció, egy úgynevezett kompenzációban egy két évvel később, itt a költségvetési törvénynek köszönhetően rendelkezésre áll minden fenntartónak, ez nem csak az egyház, hanem a más magánfenntartókról is beszélek itt, és akkor ebből képződik egy úgynevezett tartalék alap, amiből a fenntartó eldönti, hogy hol és milyen stratégiai beruházásokat valósít meg. A reformáció napján az iskolában az ünnepi alkalmakat követően tudományos előadások zajlottak, ahol a meghívott vendégek jelentős része a 22 előadásból 12-ben akadémiai tagok szélesítették a hallgatóság tudományos ismereteit és tudását a világról.